Hongkong miatt kaphat ismét össze az Egyesült Államok és Kína. Donald Trump ugyanis szerdán aláírta a Peking ellenes hongkongi tüntetőket támogató törvényt. Eszerint az amerikai kormányzat évente felülvizsgálja a városállam helyzetét mind pénzügyi, mind emberi jogi szempontból, és ha jogsértést tapasztal, szankciókat léptethet életbe a kormányzattal szemben. Peking keményen bírálta az új törvényt. Szerinte ezzel az elnök megsértette a távol-keleti ország függetlenségét, és ha nem hozza helyre a tévedését, határozott ellenlépésekre számíthat. A kínai külügyminisztérium azt írt a közleményében, tudatosítanunk kell az amerikai félben, hogy Hongkong kínái, ügyei kizárólag kínai belügyek, és semmilyen külföldi kormánynak vagy erőnek nincs joga ebbe beavatkozni. A tüntetők viszont máshogy gondolják. Az emberek nem értik, hogy miért kértünk segítséget más nagyhatalmaktól. Hongkong egy nemzetközileg is fontos városállam, amelynek szüksége van a külföldi szövetségesekre. Csak akkor maradhatunk a világ pénzügyi központja, ha tiszteletben tartják a különleges jogállásunkat, magyarázta a megmozdulások egyik főszervezője. Hongkongban fél éve tartanak a tiltakozások, és a harci kedvet múlt hétvégén az is feltüzelte, hogy a demokrácia párti jelöltek elsöprő sikert arattak a helyi választásokon.